Harmadik alkalommal rendezték meg a Szakmák Éjszakája című pályaorientációs rendezvényt április 13-án pénteken. A Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltatási szakgimnáziuma és szakközépiskolája által szervezett eseményen a résztvevők megismerkedhettek az asztalos, villanyszerelő, informatikus, valamint a fodrász és a női szabó szakmákkal és interaktív programokon vehettek részt. A Szakmák Éjszakája rendezvényre igyekeztek a diákok. Sorban mentek be a szakmunkás képzőiskola épületébe. Az érdeklődők ebben az évben 5 településről érkeztek. Mezőzomborról, Medgyesszóról, Legyesbényéről, Prügyről és Taptaharkányból. A vidéki tanulókat a Szerencsi iskola ingyenesen szállította a helyszínre. A rendezvényen az induló képzésekről lehetett tájékozódni, szakmai előadásokat hallgatni és interaktív programokon részt venni. Az ide látogató 7. osztályos tanulók és az alsó B-folyamról érkező diákok kipróbálhatták magukat az asztalos szakmában is, melynek során egy 3x3-as bútorlapot vághattak ki. Azért jöttem el erre a rendezvényre, mert szerettem volna megismerni a szakmákat, és szerettem volna azért, mert tudjam, hogy hová menjek tanulni, és az asztalos szakma tetszett a legjobban, mert az fejleszti a kézügyességet, és nagyon tetszik. Az informatika világába is betekintést nyerhettek az érdeklődők, ahol egy internetkábelt készíthettek el közösen. A villanyszerelő szakma is sokakat vonzott. A tanulók különféle villamos kötéseket szerelhettek fel, valamint az otthon is könnyen megtalálható alapanyagokból zseblámpát állítottak elő. A bátrabbak vezetéstechnikai szimulátor segítségével autózhattak és buszozhattak a síkos és vizes utakon. A hölgy érdeklődők kipróbálhatták a szabászatot, melynek során különféle használati és dísztárgy előállítására nyílt lehetőségük. Ezen felül kipróbálhatták, hogyan is készül a marcellfonás, a díszítő hajhosszabbítás tartóállványon, valamint az egyszerű fonási technikák elkészítését is láthatták. Azért látogattam el az eseményre, mert meg szerettem volna ismerni az iskolát, és valószínűleg ide fogok jönni tovább tanulni. Azért jöttem ebbe a suliba, hogy megismerjem, hogy itt milyen szakokat ismerhetek meg, mert nekem nagyon fontos, hogy melyik suliba menjek. A legjobban a szépészak tetszett, hát még gondolkozok rajta, de nagyon tetszik az iskola. Az országos rendezvény célja, hogy megismertessék az intézmény által kínált szakokat a pályaválasztás előtt álló diákokkal, és informálják a tanulókat az iskolában induló képzésekről. Minden egyes szakmában van bemutató foglalkozás, úgy a fodrászoknál a hajfonás és testfestés, villanyszerelés, lámpakészítés, forrasztás, tehát női szabóknál varni lehet, asztalosoknál bemutató lesz, minden egyes oktatott szakmát megmutatunk, és kipróbálhatják a teherautó vezetést is egy szimulációs készülék segítségével. Az eseményt várhatóan jövőre is megrendezi a Szerencsi iskola, ahová szintén szeretettel várják majd a szakmák iránt érdeklődőket.